Köszöntelek benneteket, és nagy örömmel jöttem ide, mert ennek a kedves felkérésnek nem tudtam ellenállni, és amúgy is szívesen tartok előadást azzal a témával, amivel most már évek óta, közel egy évtizede foglalkozom. Olyan témáról fogtok hallani, vagy olyan előadást fogtok hallani, ami szokatlan lesz. Tehát lehet, hogy sokak számára megdöbbentő is, mert nem erről tanultatok, nem ezt halljátok a médiában. Hát gondolkodjatok el rajta. Ennek az előadásnak nem az a célja, hogy elrettentsen benneteket, hanem az, hogy gondolkodjunk és próbáljunk megoldást találni azokra a problémákra, amelyekre felhívom a figyelmet. Ugye én levegőkémikus vagyok, légkörkutató, lehet, hogy fiatalabbnak látszom, mint amennyi vagyok, 56 éves vagyok, és 35 éve foglalkozom légkörrel, és az éghajlat változásról jutottam el a fenntarthatóság problematikájáig, hiszen ezek a dolgok szorosan összefüggnek. Olyan dolgokról fogok beszélni, amelyek hát kicsit sokkolóak talán, de arra kérek mindenkit, hogy legyen nyitott, és inkább a megoldást keresse, és ne keseredjen el azokon a dolgokon, amiről beszélek. És egy új helyzetet szeretnék magam számára bemutatni, mert én ugye nagyon sokáig végeztem a dolgomat kutatóként, tudósként, és hát a tudósok azok nem tartoznak a társadalom legismertebb tagjai közé, ugye vannak a celebek. És most így 2 hónappal ezelőtt adtam egy interjút ebben a témában a 24.hu országos médiának, és ez valahogy felrobbant, és mostantól kezdve engem hívnak mindenhova, a stúdiókba. Furcsa ez úgy, hogy nekem közösségi média felületem sincs. Tehát én úgy vagyok influencer, vagy nem tudom, hogy hívják, celeb influencer, hogy nincs egyáltalán se Instagram, se Facebook, se semmilyen fiókom, se TikTok. Úgyhogy én csak végzem a dolgomat, elmondom, amit tudok, gondolok, és hát valahogy ez most, a világ erre fogékony lesz. Ezt a cikket 1,5 millióan olvasták el, többet, mint az összes tudományos cikket, ami ebben a rovatban megjelent együttvéve. Úgyhogy úgy tűnik, az emberiség most megérett, vagy a magyar társadalom megérett arra, hogy komolyabb dolgokkal is foglalkozzon. Ajánlom egyébként mindenkinek, aki esetleg nem látta, hogy olvassa el, mert ott nyilván egy más megvilágításban szerepelnek ezek a kérdések. És ugye a közelmúltban szerepeltem a Friderikusz Sándornak a podcast sorozatában egy ilyen vita műsoron, ami szintén tanulságos, ha van türelmetek hozzá. Vágjunk is bele, ugye a fenntarthatóságról fogok beszélni, és a fenntarthatóságot a manapság nagyon sokszor az energiakérdéssel, és még inkább a széndioxid emisszióval azonosítjuk. Tehát azt gondoljuk, hogy ha a karbon lábnyomunkat csökkentjük, nem bocsátunk ki széndioxidot, olyan módon élünk, akkor tulajdonképpen a Föld rendben van, és a fenntarthatóságról gondoskodunk. Ugye az tény, hogy az ipari fejlődést, illetve hát azt a modern világot, amiben élünk, azt a fosszilis energiahordozóknak köszönhetjük, és különösen az olaj volt az a 20. században, amely hát elindította a civilizációt ezen az úton. És ugyanúgy a műtrágyagyártástól kezdve ugye a közlekedés és minden, ami körülvesz bennünket, az a fosszilis energiahordozókon alapul. És már a múlt század közepe táján felmerült az a gondolat, hogy hát azért jó ez a modernizáció, de hogyan fogjuk tudni ezt fenntartani, hiszen ezek az energiahordozók, ezek véges mennyiségben állnak a Földön a rendelkezésre, és hogyha ezeknek a kitermelését fokozzuk, akkor tulajdonképpen előbb-utóbb ezek az energiahordozók elfogynak. Ezt már az 50-es években felvetették ezt az elméletet, ez a Hubbard-féle elmélet volt, amely szerint ugye az olaj felhasználás el fog érni egy csúcsot, és utána a készletek kimerülése miatt egyre kevésbé áll majd rendelkezésre. Hát az évszámok nem nagyon látszanak itt, de a 2020 az valahol itt van, ami azt jelenti, hogy mostanra már úgy nagyjából el kellene fogyni az olajnak. Egyébként itt egy-két benzinkutom már nincs az, de ez most még nem egészen az. De tulajdonképpen is ilyenkor szokták azt mondani, ez nem tett jót a fenntarthatóság kérdésének, mert ugye azt mondták, hogy hát ez nem jött be.
lám-lám, tehát itt kárognak a tudósok, meg mindenki, hogy hát el fog fogyni, és nem fogyott el. Tehát, hogy ez majdnem kontraproduktív volt ez a figyelmeztetés, mert ugye az emberiségnek a veszélyérzetét úgymond elaltatta. És hát manapság is, ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor interneten bárhol lehet ilyen kalkulátorokat találni, hogy beírjuk, hogy hogyan élünk, a családnak milyen autója, meg egyéb, hogy közlekedik, és kiadja, hogy hány földet használunk, vagy mekkora lábnyomunk, és tulajdonképpen minden erre van kihegyezve is. Hát ugye a művészet is, amennyiben ezt művészetnek lehet nevezni, mondjuk a filmművészet is azért, meg ezek a disztópiák is azért ugyanerre a kérdésre rezonálnak, amikor a Mad Max arról szól, hogyha elfogy az olaj, és akkor a maradék erőforrásokért gyilkolásszák egymást az emberek. Számos ilyen disztópia létezik, tehát alapvetően az emberekben nagyon beégett az, hogy a fenntarthatóság érdekében valahogy az energia kérdését kellene megoldanunk. Tehát, hogy a fenntarthatóság az egyelő az energia biztosításával, valamilyen más módon történő biztosításával, illetve hát lehetőség szerint széndioxid kibocsátásmentes biztosítás. A rossz hír az, hogy ez nem igaz. Tehát a fenntarthatóság korán sem csak az energiáról szól, és korán sem csak a széndioxid lábnyomunknak a minimalizálását jelenti. Miért? Azért, mert a Földön most is korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre energia. A napból érkező energia mennyisége, az a sárga kocka, az egy év alatt érkezik ez az energia mennyiség a napból. Minden évben jön a napból a megfelelő mennyiségű energia, és viszonyítsuk a földgáz, kőolaj, szén készletéhez. Ez az összes létező ismert készletnek az energia ekvivalense. Ha összehasonlítjuk, egyetlen év alatt több nap energia érkezik a Földre, mint az összes fosszilis energiahordozóban rendelkezésünkre álló energia mindösszesen. Tehát bőségesen van energia. Mi a baj vele? Hogy nem jó formában jön, ugye fényként jön. Hát egyébként kellemes, lehet napozni a strandon, meg sok mindent csinálni, de mint energia nekünk nem feltétlenül erre van szükségünk, hanem mi szeretnénk az energiát más formában is, azon nem lehet telefon tölteni a fénnyel, hanem nekünk áramra is szükségünk lenne, az pedig egy energiának egy másik formája. Tehát alapvetően bőségesen van energia, csak nem jó formában, és ezért az energiát át kell alakítanunk, vagy más módon elő kell állítanunk. Tehát az energia az bőségesen áll rendelkezésre, csak gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő formában legyen. Ugye mi lenne a jó, hogyha napból jönne egy kábel, rádugnánk a töltőt, és már mehetne is minden, de a napból nem kábel jön, hanem fény, és ez egy nagy probléma, még esetleg ezen lehetne dolgozni, hogy egy kábel jöjjön, egy jó erős kábel, és azon jöjjön az energia, sajnos egyelőre nem, ez nem látszik megoldásnak. Nézzük meg, hogyha ilyen pici, és még azt elfelejtettem mondani itt, hogy az emberiség teljes energia felhasználása a napból érkező összes energiához képest 1/10000. Tehát egy év alatt 10000-szer annyi energia érkezik a napból, mint amennyit az emberiség felhasznál. Tehát mi nagyon picik vagyunk. Mégis tudjuk az éghajlatot befolyásolni, de hogyan? Tehát hogy lehet ezzel a nagyon picik kockával, hogyan lehet azt a nagy rendszert megbillenteni? Hát úgy lehet, hogy a természet besegít. Ugye mi csinálunk? Mi elégetjük a fosszilis tüzelőanyagot, mondjuk a gázolajat, nyerünk belőle valamennyi energiát, nem olyan sokat, és mellékhatásként kimegy a légkörbe kb. 1 g korom az égésből, tehát hogy elégettük a gázolajat. Ez az 1 g korom, ugye a korom az milyen tulajdonságú? Fekete, és a fekete az mit csinál? Elnyeli a fényt. És az alatt, amíg a légkörbe tartózkodik, ezek nagyon pici részecskék, koromrészecskék, körülbelül egy ilyen kézilabda pályányi 1 g koromnak a felülete, és ez mivel fekete, elnyeli a fényt, elnyeli az energiát, és 11000 megazsúl energiát termel az alatt, amíg a légkörbe van. Tehát mi kinyerünk belőle 43 megazsúlt az égéssel, a légkörbe még oda kerül mellékhatásként 11250-szer annyi. Tehát van egy erősítési tényező,
amit a természet csinál, a fény energia közvetlen hasznosításával, és az fűti a légkört, nem a mi tevékenységük fűti, nem az a 43 megazsúl, amit elégettük, és akkor meleg, az fűti a légkört, hanem ez a visszacsatolás, ez az erősítés az, ami a légkörben működik. Ugyanez van a széndioksziddal. Elégetjük, kimegy a széndioxid, és odafönt energiát nyel el. Igaz, hogy nem fényenergiát, mert nem látható, hanem infravörös, de teljesen mindegy, energiát nyel el sok száz évig. Tehát emiatt tudja ez a csekély emberi hozzájárulás mégis a Földnek a nagy rendszerét befolyásolni és éghajlatváltozást okozni. Hát itt van az arány körülbelül, tehát ez a földi üvegházhatáshoz képest ez az a mellékhatás, amit ezek a természeti folyamatok generálnak a légkörben. A mi hatásunk az nem is látszik, a szinte elhanyagolható. Tehát önmagában nem azért van éghajlatváltozás, mert nyitva felejtettük az ablakot és kiment a meleg a szobából, hanem azért, mert ezek a folyamatok a légkörben ezt a fűtést úgymond elvégzik. És hát ugye van egy olyan mondás, amit hát a politika is magáévá tett, hogy hát az éghajlatváltozást meg kell állítani. Tehát, hogy állítsátok meg az éghajlatváltozást, ezért lehet tüntetni, meg táblákat föltartani. És hát ezt sajnos a nemzetközi ilyen politikai szervezetek is vallják, hogy már pedig meg lehet állítani. A rossz hír az, hogy az éghajlatváltozás az ugyanúgy, ahogy láttuk itt a természetnek a működését, az sajnos rajtunk kívül áll, az túl nagy ahhoz, hogy tudatosan befolyásolni lehessen. Tehát a valóság az, hogy nem rajtunk múlik az, hogy az éghajlatváltozással mi történik, hanem a természetem. Mi elindítottuk ezt a folyamatot, mi elkezdtük ezt a, megpiszkáltuk a oroszlán bajszát, vagy meghúzgáltuk az oroszlán bajszát, és most már hát elég nehéz így ezt megállítani. De miért? Azért, mert elindítottunk olyan folyamatokat, amelyekre nincsen ráhatásunk. Például 40 év alatt az északi sarkvidéknek a tengeri jege, ami egykoron 15 millió négyzetkilométernél sose volt kisebb, és 4 méternél nem volt vékonyabb, az most fele akkora területű és másfél méter vastag. Tehát a 70%-a néhány évtized alatt eltűnt. Nem egy jégkockáról van szó, hanem több tízezer köbkilométer jégről van szó, ami néhány évtized alatt elenyészett. Ez a folyamat ráadásul öngerjesztő, tehát saját magát képes gyorsítani, mert ha elolvad a jég, nem veri vissza a napból érkező sugárzást, hanem az a sugárzás elnyerődik a sötét vízben, az az energia hozzáadódik a vízhez, és a jég olvadását segíti. Tehát ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, úgy hívják, hogy pozitív visszacsatolás, ami egy erősít. Olyan, mintha elgurítunk egy hógolyót egy gleccsernek a tetején, és lavina lesz belőle. Azt mi elindítjuk, és utána az a folyamat már magától elmegy, abban már nem kell nekünk bele segíteni, az már magától tud akár egy komolyabb lavinát is okozni. Ugyanez az éghajlatváltozás. Megpiszkáljuk, elindítjuk, és a természet végzi a dolgát, és ezeken a hatalmas léptékű folyamatokon keresztül ezt megakadályozni nem lehet. Tehát itt az ember teljesen tehetetlen ilyen léptékű folyamatokat nem tud megállítani. Nem tudja megakadályozni, mondjuk egy gleccser belecsúszson az óceánba, esélyünk nincs rá, hogy ebbe bármilyen módon beavatkozzunk. És hát hogyha ugye a másik ilyen visszacsatolás az a örök fagy birodalma, ami ugye az északi területeken a fagyott talaj, ami több tízezer éve fagyott állapotban van, és van benne mindenféle növényi, állati maradvány, néha mamut is előkerül belőle. És ha ez kiolvad, ez olyan, mintha elromlik a hűtőgép, a mélyhűtő. Elromlik a mélyhűtő, ami benne volt, az felolvad, onnantól kezdve annak már lőttek, az el fog bomlani, és azok a gázok a légkörbe fognak jutni, ezt nem lehet megakadályozni. És ez történik éjszakon. Tehát ez is egy ilyen visszacsatolási mechanizmus, ami óriási léptékű. Jelenleg is körülbelül 500 millió tonna széndioxid kerül ki a fagyott talajnak vagy már nem fagyott, tehát a felolvadt talajból szerves anyag bomlásából. Ez megállíthatatlan. Ha ez ország lenne, akkor ez a harmadik legnagyobb kibocsátó lenne a világon. Tehát ez nem ország, hanem ez a
ez nagyon sok országban, meg mindenféle területen található, és ezt nem írta alá a párizsi klímamegállapodást. Tehát a permafrost nem írta alá, hogy hát akkor én nem fogok kibocsátani, majd 2050-ig majd abba hagyom a kibocsátást. Ezek természeti folyamatok, ezek nem emberi léptékűek, ezek hatalmas folyamatok. Tehát ezért nagyon nehéz azt kimondani, de nem tehát mi nem vagyunk képesek már ezeket a folyamatokat visszatartani. Ha ezek a folyamatok maguktól valamilyen csoda folytán megállnak, lelassulnak, vagy másképp alakulnak, akkor szerencsénk van, de ez nem rajtunk múlik. Mi már tulajdonképpen a kezdeti lépést megtettük. Ugyanúgy, ha hegyről elindítottuk a hógolyót, nem kérhetjük meg a lavinát, hogy félúton álljon meg, vagy lassuljon le, az már megy magától. Tehát ilyen értelemben az embernek nagyon csekély a mozgástere. De térjünk vissza az fő kérdésünkre, fenntarthatóságra. Tehát az energia a szempontjából, a Föld az nyitott rendszer, folyamatosan kap energiát a napból, és sugározza ki ugye a hősugárzás, vagy infravörös sugárzás formájában. Tehát ilyen értelemben az energia szempontjából van kapcsolat a naprendszer, illetve a nap konkrétan, illetve a Föld között. Anyag szempontjából azonban a Föld zárt rendszer. 4,5 milliárd éve nem jött anyag a Földre, tehát ami a Föld nagyjából akkor alakult ki, nem sokkal előtte, utána még egy-két dolgot begyűjtött, de azóta anyag nem jön a Földre. Igaz, nem is távozik róla, nagyon nehéz a Földet elhagyni, az űrhajók is küzdenek vele, hogy a szökési sebességet elérjék, de az anyag nem közlekedik a naprendszer, világűr és a Föld között gyakorlatilag. Most ezektől az időszakos aszteroidáktól eltekintünk, amik ilyen x10 millió évente beköszönnek, de hát ez mondjuk a Föld tömegéhez képest ezek gyakorlatilag elhanyagolható. És akkor innen kezdődnek a problémák, és most kezdődik, most kell a biztonsági öveket becsatolni, mert most lesznek olyan állítások, amik orbavágóak, vagy mellbevágóak. Ugye mi a mondás? Az a mondás, hogy ez a nem megújuló, tehát a fosszilis energiahordozók csúnyák, széndioxidot bocsátanak ki, szennyezik a környezetet, azoktól meg kell szabadulni, és a világnak a működését azt megújuló energiaforrásokból kell biztosítani, ilyen a napelem, a szélerőmű, geotermikus energia, egyebek. A rossz hír az, hogy ez nem így van. A napelem és a szélerőmű az nem megújuló energiaforrás. Két baj van vele. Nem energiaforrás. Semmilyen energia nincs benne. Egy napelem az egy tábla, abból nem tudunk energiát közvetlenül kinyerni, illetve nem megújuló, mert a anyagában a napelem az nem nő ki magról, hanem azt le kell gyártani, ha tönkre megy, akkor vagy meg kell semmisíteni, vagy valamit át kell rajta alakítani anyag és energia befektetésével, tehát az, hogy energiaforrás legyen a napelem, az nonsens. Persze, ha rákerestek a neten, a Google-ba, beírjátok megújuló energiaforrás, még pályázatot is be lehet adni Magyarországon. Megújuló energiaforrás, pályázat, lehet nyerni is rajta. De akkor sincs, hogy megújuló energiaforrás, mert ezek nem azok. Hát mi a megújuló energiaforrás? A természet. Hát az ugye létrehozza a saját anyagát, a fény energia közvetlen hasznosításával, ugye a fotoszintézis révén, létrehozza a saját szervezetét, azt akarjuk, elégetjük, bármit csinálunk vele, megesszük, hát mondjuk nem a fát feltétlenül, de a növényt, energiához jutunk, és hogyha befejezi a életciklusát, akkor meg tud újulni, ki tud hajtani, és újra tudja kezdeni a magról, vagy az életét. Tehát az a megújuló, de a napelem nem ilyen. Kilátott már magról kihajtó napelemet? Szerintem senki nem is fog. Hát mi akkor a napelem? Egy energia átalakító berendezés, egy háztartási eszköz, olyan, mint a porszívó, meg a vasaló. De hát arra sem mondjuk, hogy megújuló. Hát az működik egy darabig, aztán tönkre megy, és akkor utána csinálnak vele valamit. Ugyanolyan energia átalakító berendezés, mint mondjuk egy hőerőmű. A hőerőmű mit csinál? Bemegy a szén, vagy valamilyen fosszilis energia, vagy gáz,
És ugye az elégetésével elektromos energiát állít elő, tehát egy energia átalakító berendezés, egy jó nagy berendezés, de ez a feladata. Anyagból állít elő energiát, tehát energiát a semmiből nem lehet előállítani. Vagy másik energiafajtából, vagy valamilyen anyagból lehet csak energiát, de ugye a semmiből nem tudunk energiát csinálni. Mit csinál a napelem? Az elsődleges energiaforrás, ami tényleg megújul, az a nap. Az ugye mindig süt, nem mindig, de amikor kell, akkor süt, és a napelem átalakítja ezt a fényenergiát elektromos energiává, úgymond számunkra hasznos energiát produkál, ezre képes a napelem természetesen. De még egyszer, nem energiaforrás, egy energia átalakító berendezés, ami anyagában nem képes megújulni, hanem valamennyi ideig lehet használni, és utána tönkre megy. Mi a baj ezekkel a megújuló energiaforrásokkal? Hát az, hogy ugye a nap az egy elég masszív energiaforrás, de a Földnek meg elég nagy a felülete, a Föld gömbnek úgy értem, a Föld golyónak, és ezért egy négyzetméterre azért nem jut olyan sok energia napból, egészen konkrétan átlagosan 300 watt jut csak egy négyzetméterre, ami azt jelenti, hogy azért ez nem olyan nagyon nagy energiasűrűség, ez még egy ilyen kis konyhai keverőnek a energiája, vagy a teljesítménye körülbelül, tehát egy ilyen palacsinta lehet vele csinálni, de sok minden más nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy megfelelő energia mennyiséget tudjunk ebből a rendszerből kinyerni, ahhoz nagy területre van szükség. Ezért mondjuk egy erőművel, mondjuk az ajkai hőerőmű, aminek a kapcsolt teljesítménye 500 megawatt, azzal ekvivalens, tehát azzal azonos teljesítményű, névleges teljesítményű napelem parkot, azt 10.000 hektárnyi területet kellene beborítani, hogy azt a teljesítményt tudja. Hát ez egyszerű, ez nem rakéta tudomány, ez egy egyszerű osztás, hogy akkor ebből ilyen sok kell. És mivel ilyen nagy területet kell beborítani, ezért ehhez sok anyag kell. Tehát ehhez a 10.000 hektárhoz rengeteg napelemhez nagyon sok anyag kell, és ezek az anyagok nagyon speciális anyagok. Tehát azért a fényből elektromos energiát nem akármi tud csinálni. Tehát kivágunk egy gerendát, az nem fogja a fényt elektromos energiává átalakítani, ehhez elég speciális kémiai anyagokra van szükség, amelyek a természetben maguktól nem fordulnak elő. Ezeket elő kell állítani, és ennek az előállításnak nagyon komoly energiaigénye van. Tehát például a szilíciumot elválasztani az oxigéntől, meg más elemektől, az roppant energiaigényes folyamat. A szilícium az nagyon szereti az oxigént, és nagyon nehezen válik meg tőle, nagyon sok energia kell kötéseket felszakítani. De ebből adódik az, hogy ha azt nézzük, hogy ezeknek az átalakító berendezéseknek, mert most arról van szó, energia átalakító berendezéseknek a gyártásához mennyi energia kell, és az egész élettartamuk során mennyi energiát tudunk vele előállítani, ha ezt használjuk, akkor ez az arány mondjuk egy hőerőmű esetén körülbelül 1:40, tehát egy egység energiából megcsináljuk a hőerőművet, meg működtetjük, és az egész élet tartama során mondjuk 50 évig működik, akkor 40-szer annyi energiát képes ez a hőerőmű számunkra megtermelni. Az atomerőmű még többet, ugye ott azért még hatékonyabb folyamatról van szó, ott 75-ször annyit, és a vízi erőmű, ha egyszer megépült, igaz, hogy ahhoz sok anyag kell, de ha egyszer megépült, 100 évig működik, és akkor az alatt nagyon sok energiát képes. Ha van víz, hozzáteszem, azért ott vannak kockázatok a rendszerben, mert ha nincs víz, akkor a vízerőmű se tud termelni. A napelem ezzel szemben egy számjegyű, tehát 1:4 az aránya a befektetett és a 25 év alatt kinyerhető energiának, azaz lefordítva másképp, az mondjuk 25 évig működik egy napelem, az első 6 évben azt az energiát termeli meg, amiben a gyártása került. Persze, aki felszerel egy napelemet a tetőre, annak rögtön termel, annak ezt nem kell tudnia, de ha globálisan nézzük, azt az energiát valahol bele kellett a rendszerbe tenni, hogy az a napelem abban a formájában alkalmas legyen elektromos energia termelésére. És ebből adódóan, hogyha ez a világnak a útja, terve, hogy dekarbonizáció, ugye ez az Európai Uniónak a programja, hogy 2050-re vagy 55-re hát visszaszorítani a fosszilis energia
égetését, a széndioxid kibocsátást és ilyen megújuló energiaforrásra átterelni a villamos energiatermelést. Ki lehet számolni azt, hogy az ismert készletekhez képest, tehát ami ezekhez ezeknek az a gyártásához kell, a felhasználás az mennyit fog ezekből elfogyasztani, és vannak olyan elemek, kémiai elemek, amelyeknek a 400-szorosát, vagy 400%-át, tehát 4-szeresét elhasználjuk annak a készletnek, amit jelenleg ismerünk. Tehát ha megcsináljuk ezt az átalakítást, tényleg lecseréljük napelemre az összes erőművet, akkor annyi tellúr, meg indium kell hozzá, ami több, mint amennyi készlettel, nyersanyag készlettel jelenleg rendelkezünk. Ugye mi a remény? Hát, hogy majd még fedezünk fel új lelőhelyeket, majd, és akkor az majd elég lesz. Illetve a technológia úgy fejlődik, hogy ezekből kevesebb kell, nem használunk fel annyit, és akkor is elég lesz. De azért 400% 20 év alatt azért az nehéz lesz megugrani, mert azért ilyen ütemben nem tudunk felfedezni, és ilyen ütemben nem tudunk technológiát módosítani ekkora léptékben. Mi a baj ezekkel a készletekkel? Ugye a Földön ezekből az elemekből azért amúgy rengeteg áll rendelkezésre, csak mi ezeknek a konzervjeit használjuk. Tehát mi sűrített konzerveket használunk. Az olaj is az, a kőolaj, a kőszén is az. Azok napenergia konzervek. Valamikor több millió évvel, vagy több százmillió évvel ezelőtt képződött, sűrített napenergia konzervek, és ezt szeretjük használni, ebből tudjuk az energiát könnyen kinyerni. De a nyersanyagok is azok, tehát amiket ércként hasznosítunk, felhasználunk, és a technológiák használnak, vasérc, bauxit, ezek mind konzervek, sűrítve tartalmazzák azt az anyagot, amire szükségünk van, és abból tudjuk előállítani, ilyet biztos tanultatok, hogy ez milyen módon történik. Tehát a konzervek azok, amelyek veszélyben vannak, nem az anyag általában, hanem ezeknek a sűrített formája az, aminek a készletei végesek. Képzeljünk el egy cseresznyefát, hogyha tele van, roskadásig tele van cseresznyével, mit szedtek le előbb, legelőször róla? Hát amit elértek. Hát nem vagytok hülyék, akkor amit elértek, azt lelegelitek. Aztán ha az elfogy, az már nincs, akkor veszitek a fáradtságot, hoztok egy létrát, fölmásztok rá, és leszeditek, amit elértek. És még mindig marad fönn a cseresznyefa tetején, amiről már se fölmászni, se létrával nem lehet elérni, még mindig marad cseresznye. Elméletben azt is le lehet szedni, csak hát azért az, mondjuk hívhatunk egy tűzoltóautót, emelőkosarast, és akkor mondjuk lesz, de ezt azért olyan nagyon ne próbáljátok ki, mert nem biztos, hogy tűzoltók szóba állnak veletek. Tehát le lehet szedni, de valóságban meg nem nagyon lehet ahhoz már hozzáférni, mert nagyon sok energia, ráfordítás lenne ahhoz azt leszedni. Tehát hogy az anyagból elég sok van, csak azt szeretjük, ha elérhető, könnyen elérhető, koncentrált formában van jelen, ezt használja az emberiség szinte mindenhez. És ilyenkor jön az a mondás, ami szintén nagyon divatos, hogy oké, nyersanyagból nincs elég, mert véges a Föld, de a újrahasznosítás, az a csodaszer. Újrahasznosítás, hát akkor megoldjuk, újrahasznosítunk, és a újrahasznosításból. Igen, ám csak most valami újat akarunk csinálni. Olyan elemeket akarunk használni, amit 10-15 éve használunk csak, és egész csekély mennyiségben használtuk ezeket mostanáig. Előtte ezeket nem használtuk, hiszen ezek az anyagok, ezek az alkalmazások még nem léteztek ennyi 15-20 évvel ezelőtt. Ez olyan, mint hogyha egy felhőkarcoló építője, mondjuk egy viskó helyén akarunk egy felhőkarcolót építeni, és akkor megkérdezi a felhőkarcoló építője, hogy használhatom-e a viskónak az anyagát a felhőkarcolóba. Hát használhatod, hát csak nem mész vele semmire, mert te sokkal többet akarsz építeni, sokkal nagyobb mennyiségben akarod azt az anyagot felhasználni, és ilyen mennyiségben nem áll rendelkezésre. Tehát újrahasznosításnak nem az a problémája, hogy nincs rá technológia, hogy nem lehet a elhasznált napelemből előállítani, az anyagot kinyerni valahogy, lehet, csak nincs elhasznált napelem, vagy olyan kevés van, ami a világnak az átállításához szinte egy morzsa, tehát nincs volumen, nincs mennyiség, ami újrahasznosításra alkalmas lenne.
olyan, amit még le se gyártottak, meg el se használtak, abból nem lehet újrahasznosítani. Újrahasznosítani csak azt lehet, amikor már használtuk, meg legyártottuk, használtunk, tönkrement, akkor lehet újrahasznosítani. Amíg nem, addig mit hasznosítunk újra? Tehát ez a legnagyobb probléma. Tehát újrahasznosításban addig reménykedni, amíg nincs meg az a mennyiség, ami erre alkalmas, addig teljesen felesleges. Márpedig ugye 30-40 évig még nem lesz annyi napelem, hogy a újrahasznosítás legyen az elsődleges forrása mondjuk a további gyártásnak. Tehát ide szűzanyag kell, ide új anyagot kell, nyersanyagot kell, tehát a klasszikus bányászatot kell segítségül hívni, hogy ezeknek a forrásait, ezeket a nyersanyagait elő tudjuk varázsolni. És mit csinál a bányászat? Hát a bányászat az fosszilis energiát zabál. Tehát az kőkemény fosszilis energiával működik. Ugye a világ távoli területein vannak ezek a bányák, sivatagokban, az sarkvidéken, akárhol messzi területeken. Semmilyen más energiaforma ott nincs. Kőkemény fosszilis energiát kell oda vinni, leginkább az olajat, és abból kell azt az energiát kinyerni, amivel ezeket a hatalmas bányákat működtetik. Hát itt egy ilyen chilei részbánya látszik, egy óriási terület. Ezek, amik itt vannak, az így néz ki. Tehát ilyen hatalmas dömperek, meg markolók, meg minden. Hát szerintetek ez gombelemmel megy, vagy akkumulátorral? Hát ezek kőkeményen zabálják a gázolajat. Tehát ez itt aztán óriási energia, és még ezt fel is kell dolgozni, örölni kell, szállítani, minden. Rengeteg fosszilis energiát használ. Tehát ahhoz, hogy mi napelemet állítsunk elő, és azt mondjuk, hogy széndioxid mentesen, kibocsátás mentesen tudjunk energiát termelni, előre be kell fektetni ezt az energiát a bányászatba, a szállításba, a gyártásba, fosszilis energia formájába. Tehát rengeteg energiát kell befektetni, itt nem, és ezt nem lehet dekarbonizálni. Tehát ez a bányászati tevékenység azzal a energia igényel, azzal a léptékkel teljesen reménytelen, hogy majd ilyen napelemeken, meg nem tudom mikkel működjön, vagy ceruzaelemekkel. Tehát ez nem, ez kőkeményen zabálja az olajat, és zabálni is fogja évtizedekig, amíg ennek a anyagát ugye nem tudjuk a föld alól bányászni. És ez egyre nehezebb, ugye egyre rosszabbak ezek a lelőhelyeknek a minősége, egyre nehezebb ezekhez hozzáférni. Nézzük meg, hogy mennyi fosszilis energiánk van még. Ugye indítottunk azzal, hogy volt ez az előrejelzés, ez a Hubbert-féle olajhozam csúcs elmélet, hogy már el fog fogyni már napjainkra, és akkor vége lesz a világnak, jön a Mad Max, és nem jött. Akkor végülis az olajjal semmi baj nincs, az olaj most is van, legfeljebb most a háború miatt egy kicsit nehezebb hozzáférni. Nézzétek meg ezt az ábrát, ezt úgy kell értelmezni, hogy ezek a szürke oszlopok, ezek az aktuális évben felfedezett olaj lelőhelyek, tehát amikor felfedeznek egy új lelőhelyet, azt az adott évhez egy ilyen a mennyisége, ugye milliárd hordóban itt fel van tüntetve, mondjuk itt felfedeztek 1930-valahányban, Kuwaitban egy ilyen 75 milliárd hordós lelőhelyet, és így a többi. Tehát ezek a felfedezések, ez pedig a világolaj termelése, tehát a kitermelés, ez a pontsor itt, amit láttok, ami növekszik folyamatosan. Tehát most körülbelül olyan 40-35 milliárd hordó olajat termelünk évente. De nézzük meg a felfedezéseknek, hogy hogyan alakultak az elmúlt évszázadban, ugye 100 év. Hát a felfedezések többsége, főleg a nagy felfedezések azok bizony, már elég régen voltak, nem mostanában, és ha megnézzük a legutolsó két évben egyáltalán nem fedeztek fel új lelőhelyet. Annak ellenére, hogy a technológia az tényleg csúcs, olyan eszközöket használ, a geofizikai egyéb eszközöket, amivel gyakorlatilag belátnak, amit a röntgennel belátnak a Föld mélyébe, és mindent látnak, hogy mi hol van. Tehát, hogy a felfedezések az utolsó 30-40 évben elég vékonyak voltak az új lelőhelyek, miközben a felhasználás az folyamatosan nőtt. 1981-ben volt a fordulópont, akkor volt az, amikor a új felfedezések
ütemét, azt meghaladta a kitermelés üteme, azóta folyamatosan meghaladja. Tehát azóta azt a készletet használjuk, tulajdonképpen ezeket éljük fel, amiket még a múlt század első felében fedeztünk fel, tehát az olaj az bizony fogy. Ebben már benne van minden ilyen olaj, amihez nehéz hozzáférni, az is ez a palaolaj, meg olajhomok, ebben minden benne van. Tehát ez a teljes olajkészlet, a világ összes olajkészlete ebben benne van, és ez bizony vészesen apad. Tehát, hogy azért az a olajhozam csúcs nem volt hülyeség, hogy ez ennek előbb-utóbb vége lesz. Egy kicsit a dátumot nem lőtték be jól, egy-két felfedezés nem vett, de nem is technológiai felfedezés nem vettek figyelembe, de itt már ugye azért az irány az 1981 óta, tehát az most már 40 éve már tulajdonképpen egy leszálló pálya, tehát nem tudunk lépést tartani a felfedezésekkel, a kitermeléssel. És ugye mi a baj ezzel? Abból indultunk ki, hogy a Föld az anyagforgalom szempontjából zárt rendszer, tehát anyag nem jön a Földre, és nem is távozik onnan, akkor megnyugodhatunk, hát ha nem megy el az anyag, akkor itt van, és ha itt van, akkor meg majd valahogy megtaláljuk, hozzáférünk. És akkor a probléma az, hogy ez az anyag szétszóródik. Ezek a koncentrált konzerveink, amiket mi használunk, technológia használ, azok szétszóródnak. Nézzünk egy egyszerű példát, akarunk borsólevest főzni. Hogy szól a recept? Vegyél le egy konzervet a polcról, vagy a kamrából, adjál hozzá ezt, azt, és lesz belőle leves. Ez egy viszonylag egyszerű művelet. De mi van akkor, ha ezek a borsó szemek nem konzervben vannak, hanem el vannak rejtve mondjuk 100 tonna kohós alakban, mint a Hamupipőke meséjébe. A borsó szemek akkor is megvannak, anyag megmaradás törvénye, igaz? Tehát az elemek nem vesztek el, ott vannak, csak nem koncentrált formában, hanem szétszórva. Na ki tudna ebből levest főzni? Hamupipőke lehet, hogy tudna, de senki más. Tehát ez használhatatlan, hiába van ott az anyag. Ha egy kémiai elemet jelképez egy borsószem, az szétszóródott, onnantól kezdve azt használni technológiailag abban a léptékben reménytelen, mert szétszóródott. Ezt úgy hívják, hogy entrópia. Tehát, hogy ez a probléma, hogy az anyag megmarad, csak nem hozzáfér. A konzerveket kik csinálták nekünk? A természet csinálta nekünk különböző folyamatok, mondjuk vulkáni folyamatok, vagy üledékképződés, évmilliók alatt csinálták ezeket a konzerveket. Tehát ez a konzervgyár, ez nem tudja nekünk ezeket reprodukálni. Ezek a folyamatok a földtörténet során, a föld 4,5 milliárd éves történet során, attól függ, milyen elemről van szó, hol vagy vulkáni működés, vagy biológiai aktivitás, vagy valami, ezeket nagyon hosszú idő alatt állított elő. Például az olajat, egy hét alatt, ami kitermelünk olajat, az 20 000 év alatt képződött. Tehát, hogy nagyon durvák ezek a különbségek. Arra nem várhatunk, hogy megint képződjön, tehát ha elhasználjuk, akkor gyakorlatilag szétszórtuk, akkor ezek az anyagok nem lesznek hozzáférhetők. És hát nézzünk egy példát, hogy egy ilyen kritikus anyagra a foszfor az ugye az egy nagyon fontos elem, az élő világ számára nélkülözhetetlen elem, mi bennünk is van, felnőttekben van 700 g foszfor körülbelül, hát a csontotnak az a fő alkotója. És hát a foszfor az most már a mezőgazdaságnak ugye pótolni kell a műtrágya révén, és ezt korábban ilyen guanóból, tehát ezek az ilyen szigeteken felhalmozódó ürülékből, madárürülékből pótolták a 19. században, de azok a készletek elfogytak. Tehát ugyanúgy a cseresznyét leszették az alsó ágakról, ezeket a guanó szigeteket kitermelték. És Marokkóban van most már szinte kizárólag csak foszfát, ami eltemetődött, és amihez most még hozzá lehet férni. Van 70 milliárd tonna foszfát körülbelül a Földön, és 300 millió tonnát használunk fel évente. Ráadásul a felhasználás üteme nő, hiszen az emberiség népes vagy lélekszáma nő. És ez azt jelenti, hogy ha ezt a matematikai haladványt megoldjuk, hogy 80 évre van foszfor, aztán utána ott a vége, ott a pont, ami azt jelenti, hogy utána nem lesz a mezőgazdaságnak az a hozzáférhető koncentrált foszfor, ami a mezőgazdasági termelés ez kell. Tehát, hogy itt ez elég komoly probléma, ezt az elemet meg nem lehet helyettesíteni. Tehát foszfort
azt nem tudjuk kicserélni, miután az egy biológiai elem. Tehát a csontunkban foszfor marad, nem tudjuk szilíciumra lecserélni, vagy szénre. Tehát az biológilag determinált, az reménytelen, az bármilyen elemmel helyettesíteni. Az nem egy technológiai kérdés, az evolúciós termék tulajdonképpen a foszfor. És akkor a vége tulajdonképpen, mert ez az utolsó dia, azt mondták, hogy 3-4 órát beszéljek, az körülbelül. Tehát mi a jövő? És nem kell tőle megijedni, de el kell rajta gondolkozni. Ugye ezek a problémák, ezek sajnos velünk vannak, és nem fognak elmúlni. Ezeket nem könnyű megoldani, azért, mert ez természeti korlátokba, természeti törvényekbe ütközik. Tehát ezen mi nem tudunk segíteni. Akár tetszik, akár nem, ezek velünk vannak, velünk maradnak. Tehát ez az előttünk álló évszázad, ez az erőforrás válságról fog szólni, az erőforrások korlátos voltáról, hozzáféréséről és ezzel kapcsolatos valamennyi problémáról. Tehát azt lehet mondani, hogy brutális erőforrás válságnak nézünk előbb, hogy melyik fog előbb elfogyni, meg milyen sorrendben ezen lehet vitatkozni, de alapvetően ez egy sajnos valóság. Azért van a kérdőjel, mert azt írtam, hogy közeleg, hát nem biztos, hogy közeleg, lehet, hogy már a jövő elkezdődött, mert most már van erőforrás válság, most már azért vannak problémák a bizonyos erőforrásoknak a biztosításával. Igaz, hogy ebbe azért a háború rendesen beleszól, de hát az is része a társadalom, is része a Földnek, és ilyen értelemben ettől se lehet teljesen függetlenedni. Most azért is vállalom fel azt, hogy ezeket én oda teszem az asztalra, mert egyrészt erről senki nem beszél, erről nem. Tehát sokkal jobb ilyen illúziókat dédelgetni, meg ezeket a szempontokat az asztal alá tenni, de valójában ez akkor teljes a kép, hogyha ezekről is beszélünk, hogy ezek a problémák, kihívások vannak. Mert különben illúziókat dédelgetünk. Tehát azt elhisszük, hogy 2050-re itt a világ kizöldül, és minden napelem borít, és mindenki boldog lesz, és a madarak csicseregnek, hát az egy óriási tévedés, és az egy orbitális illúzió, mert ennek sem a anyagfedezete, sem az energiafedezete ennek az átállásnak nincs meg. És az, hogy a széndioxid 2050-re eltűnik, és már csak történelem lesz, ez sincs meg. Hát láttuk, hogy a anyag előállításához azok a nyomorult bányagépek, azok még évtizedekig fogják zabálni az olajat, meg égetni az olajat, hogy azok egyáltalán működni tudjanak. Tehát itt teljesen illúzió ezeket az ilyen jellegű célkitűzéseket erőltetni. Itt a valósággal kéne szembenézni, reálisan, és olyan megoldásokat kell találni, ami a Földnek a korlátait és a természeti törvényeket is figyelembe veszi. Nagyon jó lenne, és ez szerintem itt a kulcs, hogy meg kellene becsülni újra az anyagot és az energiát. Most ennek nincs becsülete. Egy eldobható társadalomban élünk, ugye erre kondicionál minden reklámok, hogy vedd meg, megérdemled, dobd el, újat vegyél, stb. Tehát az egész élet erről szól, hogy pazaroljunk, használjuk, és nem tudjuk, hogy az milyen anyag, illetve energiát igényel. Ugye régen az emberek megbecsülték az energiát is, meg az anyagot. Amikor a faluhelyen maga kiment az erdőbe tűzifát gyűjteni, és utána azt fölhasogatta, akkor meggondolta, hogy milyen hány fokra fűtse a lakást, vagy a házat, hogy pazarolja a fát, mert aztán mehetett ki megint az erdőbe fát vágni, nyilván meg százszor megbecsülte. Akkor, hogyha tekergetjük a termosztátot, vagy a mobiltelefonon beállítjuk, hogy hány fok legyen, akkor ezt nem érezzük, mint hogy amikor hasogatni kell a fát, ezért könnyen 28 fok, mert hát én egy pólóba szeretek lenni, és akkor föltekerem. De az bizony rengeteg energia, aminek nem ismerjük az értékét. Vagy amikor egy üveget, meglátunk egy üveget, hogyha azt nektek le kellene biciklizni azt az energiát, ami annak az üvegnek az előállításába belement, akkor itt dupla vacsorát kérnétek, azt hiszem, de inkább reggelit, mert addig kitartana a biciklizés. Tehát nagyon sok energia, nem is tudjuk, hogy milyen sok energia kell ezeknek, ami körülvesz bennünket, és természetesnek veszük az erőt. Tessék megbecsülni az anyagot és az energiát. Gondoljatok ebbe, próbáljátok ki, számoljátok ki, hogy mennyit kellene biciklizni. Biciklizétek le, és akkor
Utána százszor meggondoljátok, hogy ezt hova dobjátok, meg mit csináltok, meg egyáltalán megveszitek-e, vagy nem. Tehát, hogy ez kellene valahogy az emberekbe, csak hát a városi ember az már nagyon elkényelmesedett, és ez a technológia, meg digitalizáció még kényelmesebbé tette, végképp elszakadt a valóságtól, és ezért ez a legnagyobb problémája az emberiségnek, hogy nem becsüli meg az anyagot és az energiát. Tessék megbecsülni. És a régiek megbecsülték, tehát régen nem volt hulladék, nem dobtak ki semmit, azokat újra használták, mert ők maguk csinálták. Ha valaki kivág egy fát és csinál egy kerítést, akkor nem fogja lecserélni, mert most más szín a divat. Hát nem fog, nem hülye, hanem ő azt, ameddig az szét nem esik, azt addig használni fogja valamire, mert az benne van a munkája, és érzi azt, hogy ez mit jelent. Ezt kellene valahogy visszahozni, hát ez nehéz a városokba persze, de valahogy legalább fejbe hozzuk vissza, hogy legyen az anyagnak és az energiának becsülete. És hát ugye az, hogy a homo sapiens, szerintem most az emberiség már új fajt alkot, ez a homo sapiens, ezt szerintem vissza kéne a sapiens irányába fejlődnünk. Tehát az eszünket kéne használni, és nem pedig azt, hogy abban kiélni magunkat, hogy kinek milyen van, meg mit vásárol, meg a legújabb, meg az akármi, mert az vezetett ide. Tehát tessék inkább olyan dolgokat csinálni, ami nem ez a fogyasztói. Hát persze ezt pont azoknak mondom, olyan vagyok, mint a plébános a templomban, azoknak mondja, hogy nem járnak misére, akik ott ülnek egyébként, hogy milyen sokan nem járnak. Nyilván itt azt gondolom, hogy itt fogékonyak vagytok erre, hogy azért ti más szemléletet képviseltek, de hát ezt kellene próbálni egy kicsit szélesebb körben terjeszteni, hogy tessék megbecsülni az anyagot és az energiát. Mert ugye mi ezeknek a fenntarthatóságnak mi az ikonja, vagy az ilyen zászlós hajója tulajdonképpen, hogy vegyünk elektromos autót, meg ne kérjünk szívószálat a koktélba a tengerparton, és akkor már zöldek vagyunk, és föld meg van mentve, át lehet dőlni. Nem. Ezek pont nem, ez teljesen felesleges ebbe átadni magunkat, ezek mind csapdák, zsákutca, ez nem fogja a Földet megoldani, ez nem fogja a fenntarthatóságot, és most a fenntarthatóságnak most már nagy a tétje, mert azért egy ilyen elkényelmesedett társadalom alól, ha kimegy a szőnyeg, akkor abból nagyon komoly bajok lehetnek, tehát azért sokan vagyunk, nagyon hozzászoktunk a jóléthez, az értelem az azért nem fejlődött ezzel arányosan, úgyhogy azért itt lehetnek problémák. Tehát itt ez a fenntarthatóság, ez nem babra megy. Tehát ugye ez egy komoly kérdés, hogy a társadalom meg az egész rendszer mennyire marad működésként. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, körülbelül egy betartottam az időt.